Puzsér Robert is szerelmes lett Magyar Péterbe. Ha az alapján értelmezzük az ő politikai szerepvállalását, amit március 15-én előadott, hát nem nagyon sok mindenbe lehetett az alapján belekötni. A baloldal értelmiségi elharcosa már az egész parlamentet lecserélné Magyar Péterre. Nézve az erkölcsi állapotát a politikai osztálynak. Na de arról van szó, hogy ennek a erkölcsi normarendszernek és az ahhoz tartozó rossz vérnek kéne lefolyni a lefolyón. Kell a friss vér, és jogosan lehet remélni Magyar Pétertől, hogy ezt a friss vért be tudja csatornázni a parlamentbe. Az erkölcsbajnok megmondó ember annyira hatása alá került a messiásnak, hogy még a bántalmazást is elnézi neki. Mit elnézi? Ki neveti? Miért lesz ilyen ideges, ha szóba kerül a kapcsolati erőszak témakör? Szóval most a baloldal gátlástalanul, hasznot remélve a 123 ezredik megváltóból, mindent elnéz neki. Ahogy tették azt korábban is.